67 hektáron gazdálkodik Komidukai Anetta magyar kanizsán. A terület alapú támogatást csak 20 hektárra igényelheti. Persze jól jön, hiszen sokan már várják is, hogy átutalják, hogy bírjak naftát venni rajta, mert mindenki attól fél, hogy mi lesz a későbbiekben, hogy lesz-e majd aratás a naftánk, nem lesz-e. Mi mink is úgy vagyunk vele, hogy per pillanat van, mert megvásároltuk, tehát a tavaszi munkálatokat meg tudjuk csinálni, de hogy a búzát, árpát le tudjuk-e majd aratni, lesz-e mivel a kombájokat üzemeltetni, még nem tudjuk. Bancsi Zoltán pirosi gazda azt kifogásolja, hogy évek óta csak 20 hektárra jár a terület alapú támogatás, holott a növénytermesztő birtokok ennél sokkal nagyobb területeket művelnek. A gazdaságok, akik mondjuk rá százholdon gazdálkodnak, bérelt földön, átadjuk azt a 20 hektárt, szóval ha százholdat elosszuk a 8000 dinára, mennyi marad nekünk akkor? 1600 dinár. Kovács Nándor óbecsén az alaptrágyát dolgozza be a talajba, hiszen napokon belül cukorrépát vetne. A terület alapú támogatás összegét hétfőn utalták a folyószámlájára. Hát gázolajra fektettem be ezt a pénzt, mert vettem már, hogy tudjak dolgozni, de még ezt is arra kötöm el, gázolaj vásárlásra ezt a pénzeket, amiket kapunk, mert remélem csak így tudunk megmaradni. Lássuk, mik történnek a piacon, az ára most be vannak fagyasztva, kiszállításra való lehet, az nagyon jó csinálták, mert másképp ebből hiperinfláció történt volna. A minisztériumban megígérték, március folyamán még a vetés előtt minden bejegyzett gazdaság megkapja a neki járó összeget.